Több éve szerveznek tereprendezést, takarítást, szemétszedést a szalában. Most közel 50-en gyerekek és felnőttek is részt vettek a Rudivár, az Árnyék és Verőszala és a Szalapart rendbetételénél. Gerebjéztek, tisztították a patakot, szemetet szedtek. A társadalmi együttműködés erősítése a Szalaváros részben projekt hétvégi akciójához a Magyar Vöröskereszt Eger területi szervezete is csatlakozott. Próbáljuk egy kicsit szebbé, komfortosabbá tenni a szalába lévő környezetet, a szalába élő embereknek példát mutatni, hogy próbáljunk meg magunk körül rendet és tisztaságot teremteni. A Szala városrészben 10 konténer és több mint 100 zsák szemetet gyűjtöttek össze.